A társasági adótörvény évközbeni módosítása jelentős hatással lesz az öt kiemelt látványsport TAO támogatásaira, miután a változások szűkítik a kedvezményeket, méghozzá 75%-kal. Megjelenik majd az előírt szponzori támogatás és Néhány vállalkozás jobban járhat a módosulással, a futó programok is előnyt élvezhetnek. A részletek szakszerű magyarázat a Fajtság Gábortól, az RSM DTM Hungary adómenedzserétől. Szia, jó reggelt kívánok! Szervusz, jó reggelt. És ott, Gábor, hogy az elemzésben úgy fogalmazol, hogy a szándék a hatás kérdéses. Igazából mi lehetett a kormányzati szándék a társasági törvény új változtatásával, módosításával szerinted? Ugye ezt nehéz megmondani, az indoklás, a hivatalos indoklás az gyakorlatilag az, hogy a plusz támogatás is a sportba áramoljon, ehelyett viszont lehetséges, hogy a kisebb kedvezmény miatt támogatói körből fog veszíteni a sport, és kevesebben fognak sporttámogatást adni, hiszen kevesebbet nyernek vele. De hát a, éppen az ellenkezője volna az indoklás. Igen, hogy az indoklás, indoklás ugye nem arra vonatkozik, uh -huh. hogy több támogató legyen, hanem amit eddig a sportba uh, támogatásként adtak a vállalkozások, annak még a 75%-a ugyancsak a sportba menjen. Azaz ennek a hasznának a 75%-a. Na most uh, ugyanakkor meg valószínűleg mégiscsak az lehet a háttérben, hogy túl sok pénzt állami bevételt engedett ki a az eddigi szisztéma, és ez innentől nem fér bele a fiskális szigorba a büdzsénél? Hát ugye a tények azt mutatják, hogy gyakorlatilag 2012-ben olyan 40 milliárd forint körüli adókedvezményt élveztek a cégek a sporttámogatásból, és a, a társasági adóbevételeknek ez nagyjából 10 a tehát azt lehet mondani, hogy a mérték az viszonylag magas ahhoz képest, hogy az egyetlen célra megy. Most, hogy pontosan ez volt -e a szándék, azt én nem tudom, de lehetséges. Milyen megoldás lett volna az, nem lett volna ilyen egyszerűbb, vagy világosabb, hogyha, hogyha azt mondják, hogy húzunk egy vonalat, eddig 40 milliárd ment ki, most erre már nincs lehetőség a büdzsének, innentől kezdve max. 15-20 milliárd megy ki. Azt gondolom, hogy ez jobb lett volna, hiszen akkor a kedvezmény mértékét nem változtatták volna meg, a támogatói kör ugyanúgy jól járt volna, mint eddig, lehet, hogy így jobban szűkülni fog, és még kevesebb támogatás megy, ha ezt az adott vonalat meghúzzák. Tekintettel pláne arra, hogy ugye a sporttámogatásnak van alternatívája is a társasági adó kedvezmények területén, színház, ahol megmarad igen. a színház, vagy a filmtámogatás, igen. ahol megmarad ez a kedvezmény. És az egy erős vetétás lesz ennél fogva? Erős vetétás lesz, abszolút. Azt mondjuk látni kell, hogy ennek a korlátja jóval kisebb, mint a és Azt lehet mondani, hogy a tavalyi évben a... Színház és a film támogatás összességében, körülbelül a sport támogatás egy harmadát szívta fel. Próbáljunk hmm. most konkrétak lenni Gábor, és nézzük meg, hogy a változás egy adott klubnál és támogatójánál milyen módosulásokat jelent. Mondjuk vegyünk egy egy. Kézilabda csapatot, egy kézilabda klubot, amely eredményesen pályázott a Taura, egy cégtől szerzett be egy nagyobb összeget. Eddig mi volt, és most mi lesz? Próbáljunk akkor egy ilyet kitalálni. Próbálok egy viszonylag közérthető példát. Tehát mondjuk, ha egy társaságnak 500 millió forintos nyeressége volt a tavalyi évben, akkor ő nagyjából, nem pontosan, de nagyjából 32 millió forintnyi támogatást adhatott amire még adókedvezményt vehetett igénybe. Ennek olyan 3 millió 200 ezer forintnyi nyeressége volt a vállalkozás számára, ugye itt értve a nyereséget úgy, hogy ez neki adófizetésben ennyivel kevesebb effektív ha ezt a így van. Az új szabályok szerint ez a 3 millió 200 ezer 800 ezer forintra csökken. Most, hogyha azt megvizsgáljuk, hogy ezzel azért adminisztrációs terhek vannak, mondjuk 800 ezer forintnál talán még így is megéri, de ha ennél kisebb számokról beszélgetünk, lehet, hogy már mondjuk nem nyúl leérte egy vállalkozás, azt mondja, hogy nekem nem éri meg ennyit dolgozni ezzel az egésszel. Illetve hát nyilván ott a színház és film ahol meg megkaphatja a 3 millió kettőt, tehát azt fogja mondani, tehát, olyan, hogy ez változatban keresek változatban. egy színházat. Tehát akkor eddig, eddig <coughs> adtam a kézilabdázóknak, most inkább adok a színháznak. Helyben. Például, <coughs> igen. Itt mondjuk ez egy ellensúly, hogy azért a színházak nem tudnak annyit felszívni, és ugye a 800 ezer is több mint a nulla, tehát gyakorlatilag azért a számítás alapján mindenképp megéri, csak hát amíg van más lehetőség, lehet, hogy másfelé fog menni az a pénz. É, és hogyha most egy 500 ezeres árbevételű vállalkozást néztünk, akkor ehhez képest melyik az a szféra, ahol, tehát a kisebbek lesznek a, azok, az ennél kisebbek lesznek azok, ahol egyre erőteljesebben meggondolhatják, és a Így. sok kicsi sokra megy az kevésbé fog működni, és inkább a nagyokhoz érdemes majd menni a jövőbe. Úgy így van, ez, ez valószínűsíthetően így fog történni, hiszen egy nagy, még nagyobb vállalkozás, 500 millió forint nyereség felett a társasági adó már mértéke már nem is 10, hanem 19 százalék, tehát ők még nagyobbat nyertek eddig. Náluk most a ennek a negyede még mindig majdnem 5, tehát 4,75 százalék, és mondjuk ha valaki ad, nem tudom, 100 millió forintot, mert képes 100 millió Igen. forintot adni, ő még mindig majdnem 5 millió forintot nyer, az már ezt az adminisztrációs terhet bőven fedezi, tehát neki megéri még mindig adni. Miért kerülhetnek az új szabályozással előnybe már futó pályázatok, beruházások, illetve már jó helyzetben lévő <hül> nagyobb cégek? Tehát, mintha úgy tűnne egy kicsit, hogy ezzel az új szabályozással ami már jól működik, azt meg fogják erősíteni, a többiek előtt meg kicsit bezárulnak a kapuk, nem? Igen, ezt sokfajta módon lehet interpretálni. A lényeg, hogy ugye a 2013-as, 14 évi sportfejlesztési programok tekintetében kell először alkalmazni ezt a szabályozást, ami azt jelenti, hogy az eddigi két évben benyújtott sportfejlesztési programok, elfogadott sportfejlesztési programok tekintetében, aki még nem gyűjtötte be a számára rendelkezésre álló keretet, mivel ezek a sportprogramok több évre meghosszabbíthatóak, az ő számukra ez még egy versenyelőny is, sőt nem hogy előny, versenyelőny, hanem gyakorlatilag egy plusz hozzáadott érték innentől kezdve, hiszen az ő számukra, vagy az ő támogatásukért verseny indulhat, hiszen ők még a régi szabályok szerint tudnak támogatást fogadni. Lehet az is a szándék mögött, hogy az ő pénzhez jutásukat felgyorsítsák, hiszen azért az elmúlt két évben az igazán komoly tevékenységet végző klubok szerintem mindegyike nagyjából készített ilyen tervet. Viszont az új belépők számára ez egy kicsit nehezebbé teszi a helyzetet. És mi ez a bizonyos TAO támogatás mellett megjelenő szponzori kötelezettség? mert ugye van egy olyan szándéka is a törvényalkotónak hogy a klasszikus szponzorációt, ami éppen a TAO miatt nagymértékben visszaszorult, ez valahogy visszakényszerítse a rendszerbe, igaz? E, igen, itt csak gyorsan egy adat, amit nemrég olvastam, nem tudom mennyire pontos nagyjából ez a becslés, hogy a, a valós sportszponzorációnak körülbelül a kétszerese az, ami most már TAO támogatásokkal a sportba érkezik. E, itt azért hogy a pontos szabályt elmondjuk, ugye azért csökken maga a támogatások kedvezménye, mert hogy a, a vállalkozás, amit ezen a kedvezményen, annak ugye a 75%-át ő nem elveszíti, nem a kedvezménye lesz kevesebb, hanem azt az összeget be kell fizetnie a sportági szakszövetség számára. Tehát ha példánál maradva a kézilabda klub Igen. számára valaki átutalja 32 millió forintot, 3 millió 200 ezer forintot nyer, akkor ugye a, a 2 millió 400 ezer forint a 75% ezt neki, a kézilabda szövetségnek kell befizetnie, viszont ezt már egy szponzori támogatás keretén belül teheti meg, tehát ő a kézilabda szövetséget szponzorálhatja, gondolom majd megjelenéseket kaphat esetleg válogatott mérkőzéseken. Úgyhogy valamilyen ellenszolgáltatás ezért cserébe jár, de itt azért azt vegyük figyelembe, hogy pont egy kisebb vállalkozás, akinek a helyi kézilabda csapat támogatása még érdeke lehet, mondjuk a helyi autókereskedőnek, ő nem biztos, hogy a kézilabda szövetséget is szeretné szponzorálni. De nem biztos, hogy bele akar bonyolódni már ebbe a történet. Meg, meg ugye a kézilabda csapat stadionjában uh -huh. ő kirakja szívesen a vállalkozása nevét, de mondjuk a válogatott meccsen nem biztos, hogy ez neki plusz értéket jelent, hogy ő ott megjelenik. És azt is állítjátok, hogy itt fajta pontatlanság is bekerült a törvénybe. Igen, itt egy nagyon szűk kör, és nem lehet ezt tudatosan szabályozni, tehát ez majd a szerencsés vállalkozások számára lehet egy kedvezőbb helyzet. Ugye ez nem, egy, nem jobban járnak másoknál, hanem kevésbé rosszul, ugyanis akinek 500 és 535 millió forint között van a nyeresége, neki a maximális általán adható támogatási összeg, ha ezt mind odaadja támogatásként, akkor 500 millió forint alá csökken az adózás előtti eredménye, a adó alapja, ami azt fogja eredményezni nála, hogy amíg az 500 millió forint fölötti részre korábban 19 százalék társasági adót kellett volna fizetnie, ezáltal most... 10%-ot kell fizetni. Tehát ő nyer egy 19%-os részt, viszont neki a szabály szerint csak a 10%-nak a 75%-át kell De Ez, ez, ez túlír egy figyelmetlenség. Tehát itt nem arról van szó, hogy ez vagy vagy ez. Én azt gondolom, hogy ezt írva. nem számolták Te, ki, vagy nem modellezték végig. Itt a, a szélsős érték az, az, hogy aki pont 535 millió forint nyerességgel bír, ő pont 35 millió forint támogatást adhat, ő nála a 75% helyett csak 40%-kal uh -huh. csökken a kedvezmény. Tehát ez a szélső érték a 75% helyett a 40%. Mit prognosztizálsz, hmm. ha erről a bizonyos 40 milliárdról beszéltünk, ami tavaly megjelent társasági adókezőnyi formájában az öt látványsportnál? Ez a módosulásra az új szabályozással végül is mennyire fog? nagyságrendileg csökkenni. Hát ezt azért nehéz megmondani. Főként azért is, mert ugye, amint említettem, a korábbi programok még ugye meghosszabbíthatóak. Számos olyan klubról tudunk mi is, ahol még igen nagy összegek állnak rendelkezésre, tehát még akár egy-két évig is gyűjtheti, aki mondjuk egy stadion rekonstrukcióra 6-800 millió forintot elnyert, és pár száz milliót kapott azért. Uh, az ő támogatásuk, mivel ugyanúgy megéri, mint Vászatlan korábban, így van, vagyunk. ezért szerintem ez nem egy évben egyszerre fog jelentkezni ez a hatás, szerintem ez egy pár év alatt elnyújtva, és azt, hogy ez meddig fog kifutni, hát ezt nehéz megmondani, mert az alternatív lehetőségek, ugye színházfilm, pedig nem tudnak ennyi pénzt felszívni, és akinek meg szívügye a sport azért támogatni fogja. Itt inkább azt gondolom, hogy maga a támogatói kör fog csökkenni, lehet, hogy az összegek egy darabig még tudnak ugyanazok maradni, hosszú távon biztos, hogy kevesebb lesz. Mert nem lesz annyi program, Igen, amit most... lehet finanszírozni. Gábor, azt mondom, hm. hogy nézzük meg, a puding próbálja az evés, hogy hogy működik, és térjünk rá vissza valamikor majd a, a, az év második felében, hogy mik a tapasztalatok. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én is köszönöm.